1944. március 27-én a nácik bevonultak Kolozsvárra. A Gestapo felállította a fő hadiszállását a New York szállodába. Sorra jelentek meg a zsidó ellenes törvények és rendeletek. Március 31-én kötelezővé tették minden zsidó számára, 6 éves kortól, a 10 cm-es átmérőjű sárga csillag viselését. Az utcákon magyar közegek ellenőrizték, hogy a sárga csillag kellőképpen van-e felvarva. 1000 pengővel büntették azt, akinél úgy találták, hogy a csillag nincsen elég szorosan felvarva. Hollósi Kürti rendőrfőkapitány helyettes aláírásával falragaszok jelentek meg a városban, amelyekben elrendelte. Zsidó pontos listát kell benyújtson a magánvagyonáról, készpénz, ékszer, szőnyeg. Nem maradhat csak 1500 pengője és a jegygyűrűje. Zsidó nem utazhat vonaton. Zsidó nem tarthat rádiókészüléket. Zsidó nem vezethet boltot. Zsidó értelmiségit el kell bocsátani, zsidó nem járhat vásárolni csak délután 4 és 5 óra között, zsidó nem járhat ki délután 6 és másnap 11 óra között. Miután a németek megszállták Magyarországot és bevonultak Kolozsvárra is, az iskolákat bezárták, de azért lehetőségünk nyílt arra, hogy leérettségizünk. Miután megkaptuk az érettségi bizonyítványt, azt hiszem április 29-30-a vagy 28-a körül, úgy sújtott rám, különösen személyesen, mint egy bumerang a gettózás kilátása. Még akkor a hírek nagyon, még az április utolsó havában is, az utolsó napjaiban is a hírek nagyon ellentmondóak voltak. Lesz vagy nem lesz gettó, hogy hol lesz. A kolozsvári vált pászkagyár pedig sütötte a macót a közeledő ünnepekre. A kolozsvári zsidók készülődtek a szabadság ünnepére. Közben Endre László államtitkár személyesen utazta be az országot, a városokat, és gondoskodott, hogy a zsidók gettóba szorítása minél hamarabb megtörténjen. Így Kolozsváron is kiszemelték a vasúti állomáshoz közel fekvő téglagyárat a gettó helyéül. Ezt tartották a magyar hatóságok megfelelőnek 18 ezer ember részére. Május 3-án reggel a lakásunknál megjelent több csendőr, aki azt mondta, azt közölte velünk, hogy a legszükségesebb dolgokat vegyük magunkhoz, mert elszállítanak a gettóba. Egy teherautóra tettük a csomagjainkat, amire mi is azután felszálltunk, és elvittek a téglagyárba. Király utca 30 szám alatt laktunk, a Kalap király házában. Ez egy nagyon ismert név volt annak idején itt, és három család volt. Mi, a Kalap király és még egy öreg özvegyember, és annak a sógora és a sógornője. Szóval körülbelül 7 vagy 13 személyt vittek el ebből az utcából. A 30 szám alól az opera felé haladva, és a Baba Novák utcába, azt hiszem Baba Nováknak hívják, utcán keresztül vittek, de hogy kerültünk el a téglagyárba, nem tudom, mert én most sem tudom, hogy hol van az a téglagyár.
csak vittek a városon keresztül, és az emberek álltak kinn a kapu előtt, és néztek. Valami ruhaneműt vittük, természetesen funkcionális ruhaneműt, és élelmet. Emlékszem, hogy az anyám egy nagy fazék rántást vitt, és petróleum lámpát, amin az első időkben tudott a gettóban főzni. Miután bekerültünk a téglagyárba, a nők és férfiak külön csoportba kellett felsorakozzanak. Egy egészségügyi kontrollon mondták el keresztül esni. Az egészségügyi kontroll a nők számára abból állt, hogy egy nőgyógyász, egy bába, egy szülésznő nőgyógyászati vizsgálatot hajtott végre annak a céljából, hogy felderítse, hogy a hüvelyben nincsen-e valami ékszer eldugva. Ez természetesen ennek a célja nem csak az volt, hogy felfedezni az eldugott értéktárgyakat, hanem bizonyos mértékig megalázni testileg és lelkileg is az embereket. Ezt a vizsgálatot elvégezték egész fiatal leánygyerekeken is. Megérkeztünk a gettóba. Valami olyan borzalmas látvány fogadott bennünket, olyan rosszul hatott ránk az a perzsa vásárszerű színes lepedőkkel meg pokrocokkal elkerített kis négyszögletű helyiség, ahova be kellett mennünk. Négyen voltunk, kaptunk egy ilyen négyszögű területet. Én úgy emlékszem, hogy körülbelül 3x3 lehetett. Egy hosszú tető, amely oszlopokkal volt elválasztva, és közöttük a színes lepedők. Az otthoni viszonylagos komfort után megérkezni egy ilyen helyre, földön aludni, hát azt hiszem nem kell különösebben leírnom. A WC, hát azt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül egy, mit tudom én, 50 méteres árok megásva hosszában, és egy deszka rajta, amire az emberek ültek egyik a másik mellé. És 7-én bevagoníroztak. Így indultunk el. Akinek szerencséje volt, az kapott családonként egy fél kenyeret és kis sót. Végre megérkeztek az állomás mögötti csúszdába, ahol marha vagonokból álló vonat várt rájuk. Ezek a tájak még most is a fájdalom bélyegét hordják. A deportáltak útja ma már nem viseli ezt a nevet. Nem létezik emléktábla sem, amely arra a 18 ezer polgári zsidóra emlékeztetne, akik 1944 nyarán elindultak a fasiszta koncentrációs táborok iszonyatos útjára. Legtöbbjük nem tért vissza. Ezt a filmet